Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ez látható itt a képen, és jelenti a változásokat, a megújulásokat. Ez olyan, mint egy újjászületés, és tervez valami újat. Lehet, hogy veled együtt tervez egy új irány. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát, mi bepillantunk most az ő érzelmi világában. Itt láthatóak az érmék. Ezek jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, vagy a hivatást. De jelenthetik a belső értékeket is, az elismeréseket. Ő átélt most valamit, amit ő igazságtalannak lát. Hiszen látható a képen, hogy az egyik gazdag, a másik kap ebből a pénzből valamit, a harmadik ott van ugyan a képen, de nem kap semmit. Tehát igazságtalanságokról van szó, és ez megviseli őt, bosszantja őt. És szeretne változtatni valamit ezen a helyzeten, hiszen itt látható a terve, hogy legyen egy új irány, hogy legyenek megújulások. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy hogyan közeledik hozzád, mit fog tenni. Itt a négyes szám jelenti azt, hogy mennyire fontos számodra, számára, számotokra a biztonság érzete, de te még fogva érzed magad, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami fogva tart téged, ahol nem érzed jól magadat, ezt ő érzi, ezt ő látja, és segíteni fog, hogy kilépj ebből a helyzetből, és szabadulj fel ebből a helyzetből, hogy érezd ezt a szabadságot. Ez is lehet, ez a megújulás, ez a változás. A középső kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a remény. Tehát megvan arra a remény, hogy minden jóra forduljon. Lesznek változások, lesznek megújulások. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.